Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye az elveszett jó után, amíg meg nem találja. Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége a megtérésre. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium fejlődés legyen. Krisztusban szeretett testvéreim, Isten szeretete kiárad szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által. Hogy ezeket a kijelentéseket valóban megértsük, hát ahhoz meg kell térnünk. Az Új Szövetségben egy olyan szó jelzi a megtérést, amire nem nagyon figyeltünk oda, azt mondja, az értelem megfordulása. Tehát azt jelenti, hogy amit Krisztus hozott az Atya Istentől, azokat az igazságokat, és azt az egész kinyilatkoztatást, azoknak nem csak az egyes elemeit fogom föl, válogatok belőle, egyeseket elhagyok, és mozaik kockaként összerakom, és lesz belőle egy új ezoterikus világ, hanem ahogyan a gyermek belép a fölnőtt világába, vagy így lépünk be Krisztus világába, vagy nem érdemes kereszténynek lenni. Nincsenek keresztény értékek Krisztus nélkül. Ez nem egy vallás és filozófia a többi között, hanem a Szent Háromság egy Istennek a fölfakadása, föltépte a szívét, és meghívta az embert az ő belső életére. Ezért mondja azt az Úr, ha nem úgy fogadjátok Isten országát, mint a gyermek, nem mentek be oda. Hogyan fogadja a gyermek ezt a világot? Nem mérlegel. Nem gondolja, hogy anyja, amikor odaadja neki a mellét, akkor mérgezett tejet ad neki. Nem gondolhatja azt, hogy egy nem igazi nyelvet tanítanak meg vele, hanem össze-vissza beszélnek. Átveszi a szobatisztaságtól kezdve az anyanyelven át a világnézetet. Mit tehetne mást? De itt most gyorsan álljunk meg. Három olyan mozzanat vetődött föl, ami nélkül nem mertünk tovább. Honnét ez az abszolút bizalomra építő képessége az embernek? Nem az állatvilágból való. Mert az állat nem szabad. Darwinnak csak természettudományosan van igaz, a filozófiailag megbukott. És ezzel rohasztják Európát és Amerikát. Én szabad vagyok, az állat nem szabad. A szeretet az Istentől van, nem pedig az ösztönök rángatózásából valami leszűrt, följátszó, finom szellemi lényeg. Az énem, a személyem nem ebből a világból való. A fogantatás pillanatában Isten teremtette azt a valakit. Magának teremtette. Egy világon túli hatalmas szeretetben bízik a gyermek. Istentől van ez a képessége. És
honnét van az, hogy a másik emberbe teljesen halálosan meg lehetne bízni? Honnét, hogy a másik embert is Isten teremtette, és kezdetben kiárasztotta a szívét, de a Szent Lelket, vagyis ez a paradicsomi állapot, az nem mese és nem mítosz. Az azt jelentette, hogy amikor az első ember megjelent a Földön, aki már nem állat, szakadék van az állat és az ember között. Átjárhatatlan szakadék. Én tudom, hogy vagyok. Isten rögtön fölemelte őt a Szent Háromságos életbe. Megadta szívébe a Szent Lelket, hogy Ádám az Évát ne csak úgy szeresse, mint férje a feleségét, hanem mint ahogy Isten az Istent. Erre számít az a kisgyerek, hogy engem végtelenül szeretnek. Ezért apa és anya nem halhat meg. És honnét van az, hogy mégis becsaphatjuk a gyermeket, hogy hazudhatunk neki és egymásnak. Honnét, hogy az ember elszakadt Istentől. Hogy a szívét, az énjét elvágta az isteni köldögzsinort. A bennünk lakozó Szentlélek nélkül bolond az ember. Mert egy végtelen szeretetre vágyik, és a senkit se tudja megadni. Ezért Krisztus meghalt értünk, és a Szent Lelket kiárasztva újra összekapcsolt bennünket, létünk legmélyén a Szent Háromságos Istenbe. Ez a kereszténység. Ami ez alatt van, az nem kereszténység. Az keresztény tanításoknak gyerekjáték kockaként össze-vissza keverése. Minden írástudó felelős, minden költő és író és tanár súlyos felelőssége van. Vagy belépett ebbe a teljességbe és erről ad hírt, vagy úgy adjon hírt a világról hitelesen, hogy erre vágyunk. De ez nincs meg. És honnét van ez a vágy? Igenis, lehet valaki katolikus költő. Pilinszky az volt. Tehát nem az, hogy Jézus igen, de az egyház nem. Hát Jézus és az egyház azonos, a mélyben azt mondta, ez az én testem. Hát hogy gyűlöleti valaki az egyházat, aki Jézus szereti? Ez olyan, mint azt mondaná, hogy gyűlölöm az emberiséget. Na és akkor hova lépsz ki? Ezért katolikus, egyetemes az egyház. Nincs más. Az emberiség legmélyebb összegyűjtő helye. Egyetlen egy dogmának, Krisztus által hozott igazságnak visszautasítása olyan törést okoz, hogy az egész keresztényit nem ér semmit. Építőkockákként rakjuk össze-vissza Krisztus evangéliumát. Anélkül, hogy azzal az alázattal és azzal az intelligenciával, amivel egy gyermek belép a világba, úgy lépünk be Krisztus világába. Igen. Tehát ezek a kérdések, hogy honnét a gyermekbe ez az ősi bizalom, ami nélkül abnormális lenne. Honnét van az, hogy egy igazi szerelmes, nem az, akit megrontottak, hanem aki azt mondja másiknak, hogy örökké. Honnét ez az örökké szó? És honnét van az, hogy mégse tudunk úgy szeretni, mint ahogy az Isten? Ez a három kérdés már magában hordozza a feleletet. Onnét van az ősi bizalom, hogy Istenre volt rákötve az énünk. Onnét van az, hogy egy másiktól az Isten szeretetét várnánk, hogy ő is az Isten szeretetére volt rákötve. Nem működik másképp a szeretet. És honnét van az, hogy ez nem működik? Onnét, hogy az emberiség elszakadt az Istentől. Nagyon pontosan megfogalmazott kérdéseink magukba hordozzák a feleletet. De az ember mintegy a kérdéseink kívülről vár feleletet. Nem, a kérdésen belül van. Amikor Newton a fáma szerint a kertjében nézte, hogy leesik az almafáról, azt kérdezte, hogy miért lefelé esik és miért nem fölfelé. Ebben benne volt a felelet. Mert lefelé vonza valami, fölfelé nem.
ne ijedj meg a kérdéseiddel. Csak ne lépj ki a kérdéseidből. Honnét van az, hogy az ember mindig kérdezi azt, hogy van-e túlvilág? Ez a kérdés örökké fenn fog maradni. Mindegy, hogy milyen választ ad rá, ebben a kérdésben van a felelet. Igen. Mert úgy teremtett minket Isten, hogy egy túlvilág legyen bennünk, az anyagon túli. A nagy kérdések ugyanakkor, mintha ostobának tűnnének. Ilyenre nem élünk rá. Fölöslegesnek tűnik. Enélkül, mintha lehetne emberi életet élni, nem lehet. Igen, testvéreim, ezek a kérdések, ami az ember legmélyebb kérdése, arra tudhatjuk a választ. És az, hogy az ember önmagáról tud, és hogy semmi köze a személyemnek az állati léthez, csak a testemnek. Semmi. Én nem vagyok rokona az állatoknak. A testem lehet. Ezt tudni lehet. És erre a tudásra épít a kereszténység. A kereszténység alapja nem hit téma. Azt lehet tudni. Igen. Testvéreim, Isten szeretetét kiárasztotta az első emberbe is a Szent Lelket megadva néki. De Ádám ezt visszautasított, ezért élünk légszomjba, szeretet szomjúságba. De Isten megkönyörült rajtunk. És Szent Fiának kereszthalála által nem csak a bűneinket törölt el, hanem azt mondta, békesség nektek, vegyétek a Szent Lelket, és rájuk lehelt. És az apostolok azt úgy tudták, nem egy új vallásunk van, mert van belőle elég, hanem egy új élet. Szent János azt mondja, azért írtam az evangéliumot, hogy legyen életetek. Nem biosz, biológia az van, az le is jár, hanem zoé, aionios, örök. Egy más minőségű élet, amire titkon mindenki vágyakozik. Hát enélkül lehet élni? Nem. Nem lehet. Emberként nem lehet. Krisztus világa olyan, hogy vagy belépek minden estül, és kívül hagyom a bűneimet minden nap, vagy pedig ne is lépjek be. Krisztusban lehet csak megismerni az Isten, hogy az Isten nem valami, hanem valaki. Hányszor elmondtam, testvérek, tanuljátok meg. Én is másoktól tanultam. De a búcsú az olyan, hogy valami értéket örökre elviszünk. Amikor azt mondják, hogy mindenki hisz valamiben. Aki valamiben hisz, az ostoba. Mert ez a mikrofon, ez valami. És ebben nem lehet hinni. Csak valakiben. Az Isten az nem valami. Nem világenergia. Mert ha világenergia, akkor alattam van, akkor én fölötte vagyok, mert nem tud magáról. Egy csoda az ember. Isten csak valaki lehet, személy, aki azt mondja, hogy én. De testvérek, ha az ő képére teremtett minket, akkor hogy lehet egyedül? Isten öröktől fogva mindörökké egyedül van. Hát az lenne az isteni pokol. Isten három személy. Mert ha valaki, akkor nem lehet egyedül. És amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, én az Atyában vagyok, az Atya bennem, és ő is, és én is küldjük a Szent Lelket, akkor miről van szó? Három személy közössége, de egymásban vannak. Egyetlen örökké valóság. Egyetlen minden tudás. Egyetlen szeretet. Testvérek, ezt csak elfogadni lehet, de ha ezt elfogadod, mindenre világosság árad. Az emberi szerelemre, nem az állatvilágból, innét. A barátságra. Az unokáddal való kapcsolatra. És ez a mi történetünk. Nem az, hogy van-e most állásom, vagy nincs. Nem az, hogy ki mit gondol rólam,
ez. Paptestvérek, miért nem ezt hirdetitek? Nincs időnk másra. Amikor azt mondja, Úr Jézus, most mindent elmondtam. Én onnét jöttem. Atyám, dicsőítsd meg fiadat azzal a dicsőséggel, mely a világ kezdete óta bennem van. És egyedül a názareti Jézus az, akinek a szíve, egész embersége öröktől fogva, az örökké való Istennel van együtt. Ezért benne egy határtalan, ős szeretettel találkozunk. Ővele találkozott János, aki ott állt a keresztje alatt. Ővele találkozott Simon Péter, aki a harmadszori kérdéssel, hogy szeretsz engem, elsírta magát, és azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Ugye azt is tudod, hogy szeretlek téged, mert nem az a nagy dolog, hanem rájöttem, hogy te szeretsz engem. Saul, ez a kis zsidó, aki gyűlölte a krisztusiakat, mert megosztják a zsidóságot. Igaza volt. Igaza volt. De nem találkozott még a szeretettel. És Jézus megjelenik neki. Pedig beszüntette megjelenését, ez a mennybe menete, nem az, hogy a földhők felé ment. Itt van. És neki megjelenik. És azt mondja, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hiába rugdalózzol az ösztök ellen. Választott edényem vagy. Megvakul. Majd csak a keresztségkor nyílik meg a szeme, és Ágoston, aki elsírja magát ott a kertbe, amikor Szent Pál leveleit olvassa. Nem arról van szó, hogy egyik vallásból átmegy a másikba, egyik filozófiából a másikba, hanem egy egész 30 éves küzdelmet, gyalázatot, paráznasságot, mindent ott hagy, mert megragadta egy szeretet. Ezt hallottuk most Szent Páltól, amikor még erőtlenek voltunk. Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért. Pedig az igazért is alig hal meg valaki. Legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Szent Pál itt éles különbséget tesz kétféle szeretet között. Van megalapozott szeretet. Jót tettek velem. Ezért szeretem őket. Kedves velem. Ezért szeretem. Egy fiú mondhatja, hogy azért nagyon szép ez a kislány. És jó lelkű. Szeretem. Ez szeretet, de van egy másik. Egy megalapozatlan szeretet. Még mikor bűnökben voltunk, már szeretett. Sőt, amikor meg se volt teremtve a világ, öröktől fogva szeretett. A megalapozott szeretet valamiért szeret engem. És ez a szeretet kezdete. És ez helyes. De testvérek, ha itt megrekedünk, nagy baj lesz. De Jézusban egy megalapozatlan szeretet van. Nincs alapja. Nincs miért szeressen minket. Ez az egész kereszténység. Merüljünk most egy kicsit ebben jobban el. Azt mondod, hogy én. Hol van benned, pedig van, az az én. Hát az a központ. Na most az éntől megkülönböztetjük a tulajdonságokat. Mindenkinek tulajdonságai vannak, vagy férfi, vagy nő. Tehetséges zenész, vagy nem ért a zenéhez. Jó matematikus, vagy nem ért hozzá. Csinos, vagy kevésbé csinos. Jó modorú, jó nevelést kapott, vagy nem. Ezek a tulajdonságaim. De ezek a tulajdonságok másnak is lehetnek a tulajdonságai. Tehát, hogyha valakit megszerettél valamiért, vigyázz, ha itt megállsz, már el is váltatok. Mert a szerelemben a másiknak az idomai még szebbek. És ő meg fog öregedni, meg te is. Megsüketül a zenész, mint Beethoven. Nem tud többé szólni a pap, aki eddig szólt. Ha csak azt szereted, amilyen, akkor nem őt szereted. Érted, miről van szó?
Érted Európa és Amerika prostitúcióját? Hogy a szeretet prostituálódott. És ha mindig az akarsz lenni, hogy a másiknak kielégítsd a vágyait, olyan akarok lenni, hogy szeressenek engem, akkor rettegésben élsz. A szeretetben pedig nincs rettegés. Már is elváltak. Kár bemenni a templomba. Esküvői cirkusz tartani. De ha az énjét szereted, az nem változik. Ettől szentség a házasság. Érted, drága testvér? Itt most vérre megy a harc. Megtámadta a gonosz, a bukott angyal a legmélyebb emberi kapcsolatot, amiből újjászületett az ember, a házasságot. Ki lehet gúnyolni, le lehet járatni, de nincs más. És a házasságban ez a pillanat a szentség, hogy csak te, akármilyen leszel. Ez az alaptalan szeretet. Nem baj, ha valakit szeretünk jó tulajdonságai miatt, de ezzel még magányába hagyjuk. Egyre mélyebb magányba, mert tudja, érzi, éli, hogy nem őt, hanem a tulajdonságait szereted. Mindez bizonyos fokig nem rossz, sőt jó, de a jó, amelyhez görcsösen ragaszkodsz, és nem akarsz tovább menni, a legnagyobb jó akadálya lehet jobban, mint a bűn. Mert a bűn egy elesés. Fölnyitja a szememet, hogy rossz úton jártam. De a vallás életben ezért vagyunk mi papok és ti hívek közül sokan, egy megrekedt torzók, akiből nem kell a világnak. Mert megrekedtünk abban, hogy egy vasárnapi is egy-két imádság, de Jézust, azt az alaptalanul szeretőt, az Istenség mélységéből jövőt nem szeretjük. Nem érintett meg. Testvérek, amikor erre készültem beszédben, hát azt hittem, hogy futni kezdek, vagy ugrálok az erdőbe, hogy alaptalan szeretet. Alaptalan szeretet. Igaz, lehet azzal játszani, hogy azt mondod a kisgyereknek, ha rossz leszel, nem szeretlek. Nagyon tudja, hogy ez nem így van. De ha ez tényleg így van, akkor megtört benne minden. A szeretet az nem cukorka, amit a jóságért adok. A szeretet az soha meg nem szűnik. A szeretet az a harmadik isteni személy, aki bennünk akar áradni. Persze, majd ez a szeretet aztán megtérít bennünket. Hát látjátok, ez az a fejlődés, amit fenn kéne tartani. Mert a többi, amire azt mondják, fenntartható fejlődés, azt el kell vetni, nem kell. Meg kell tanulnunk szegényebben élni. És boldogabban. Ne nyafogjon a magyar ember. Hogy éltek a nagyszüleink? Mi volt a háború alatt, a forradalom maradt? Egy egyszerűbb, de gazdagabb életre hív minket ma az Úr. A szeretetben való életre. Mi Jézusban megismertük ezt az alaptalan szeretetet. Isten nem valamit szeret, mert a Szent Háromságon belül nincs valami. Csak valakik vannak. Elhatározta, hogy a nem létező valakiket létbe hívja, hogy ezt az ingyenes szeretetét megoszta velünk. Igen. A szeretet és a teremtés összefügg. Egyébként csak elemezd. Ez már nem gyereknek szól. Ez azoknak szól, akiknek a szívét már megsebezte a szeretet. A kamasznak, aki először szerelmes, aki megízlelte a barátságnak minden felülmúló ízét. Igen, azt tudja, nem akarok olyan világba lenni, amelybe te ne lennél. Ha Isten lennék, akkor én megteremtenélek téged. Ezért teremtő szó a szeretet. Az igazi. Ezért a szeretetről alig tud valamit
azt is rosszul tudja, aki nem tanulta meg, hogy a szeretet és a teremtés összefügg. Ezen belül van mindaz, ami eddig megoldhatatlan látszik. Az ártatlanok szenvedése, az, hogy miért van annyi rossz a világon, azért Krisztus kereszte nekem elmondja, mert ő a legártatlanabb. De a létezés nem önmagától értetődő. Csak a szeretet hozta le. Testvérek, találtam egy olyan magyar gondolkodót, aki segít tovább gondolni azt, amit gondoltam. Testvérek, ezek a legnagyobb kegyelmek. Gondos Grünhut László, zsidó ember, 905-ben vagy 4-ben született, 24-ben katolizál. Hatalmas mű. Ezt írja. A semmi, semmisége teljesen magától értetődő. Tehát ha nem volna semmi, hát azt el lehet fogadni. A semminek a mindenség helyébe kellene állnia, mert az abszolút üresség minden ok nélkül szükségszerűen fönnáll. Minden dolog valami, ami a semmi helyébe áll fönn. Minden dolog végül is egy nem magától értetődő. És azzal a semmivel szemben nyilvánul meg, ami az abszolút magától értetődő, ami a dolog helyén állna, hogy fönnálljon. Testvérek, ez a bajunk, mert valaki meg akarja magyarázni a világot, és ilyen ostobaságra jut, hogy az anyag örökkévaló, semmi se örökkévaló. Ezt nem logikailag, ezt át kell látni. Ezen a világon átlátok. A hindunak is igaza van, hogy ez semmi. A semmiből lett. Egyetlen dolog, ami megvan igazolva van, önmagába hordozza az igazságát. A semmi. Ha nem lenne csillagvilág, egy porszem se, az meg lenne okolva. De hogy egy valami is létezik, az a semminek a legyőzése. Minél inkább érezzük a semmit a dolgok mögött, mennél inkább tudatára ébredünk annak, hogy ez minden ok nélküli szükségszerű semmi, aminek a mindenség helyébe kellene állani, annál hatalmasabbnak, annál hatalmasabbnak látjuk azt a hatalmat, mely képes a valamit a semmi helyébe állítani. Annál csodálatosabbnak tűnik fel számunkra a dolgok létezése is ténye. Testvérek, ez nehéz, nem igaz, tessék belegondolni. Ez a világ nem magyarázható meg magából. Ha nem lenne semmi, az észszerű. Tehát a létezés önmagában alaptalan. Miért? Mert egy alaptalan szeretet hozta létre. Testvérek, ezt felvesszük most, megjelenik majd interneten is. Hetekig készültem. Ne engedd el ezt értelmed, de ragad meg, újra hallgad meg. Nem az enyém, ez a miénk. De most egy költő vagy filozófus azt mondja, ez az egész élet értelmetlen. Igaza van, de keressen tovább. Alaptalan. Nincs megokolva. A semmi van megokolva. Akkor valaki legyőzte ezt a semmit. Egy hatalmas erő. Az a Szent Háromságon belüli isteni szeretet. Ez az az univerzum, amiben belépek ma. Te is lép be velem. És akkor Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelét jobban értjük, most fel tudjuk fogni az összes szentekkel együtt Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét. Figyeled? Az értelmet meghaladó szeretet, vagyis alaptalan szeretetét. Szeretetének szélességét és hosszúságát, magasságát és mélységét, mert Jézus Krisztusban teremtett minket az Atya. Öröktől fogva elhatározta, hogy lesz karácsony, és csak a karácsonyban áll fenn a csillagvilág. Ő embert akart, embert, aki az Isten fiához hasonlít. Az istenséggel azonosult embert. Testvéreim, ha ebbe a világba belépsz,
Nincs az a szenvedés. Nincs az a szenvedés, amelyben át ne ragyogna egy ok nélküli szeretet. Egy haldokló festőművésznő mondta nekem, Balázs atya, mit mondtál? Ugye mindig velem van. Igen, most is. Ezt a minden értelmet meghaladó szeretetet. Valami meghaladja az értelmet. Ez a szeretet, a létezés. És ebben a világba beléptünk, akkor tudjuk énekelni azt a himnuszt, amit Szent Pál apostol az Efezusi levélben így énekel. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket a szeretetben. Ő benne választott ki minket a világ teremtés előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből, vagyis szent lélekből, eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában megajándékozott minket. Amen. Alleluja. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született,